január 4. Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván, betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor Jézus Galileában járt, kelt, tanított és gyógyított. A városokból és falvakból tömegek sereglettek köré. Sokan jöttek még Júdeából és a szomszédos tartományokból is. Jézus gyakran kénytelen volt elrejtőzni az emberek elől. A lelkesedés olyan magasra csapott, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római hatóságok zendüléstől kezdjenek tartani. Sosem volt még a világon ehhez hasonló időszak. A menny leszállt az emberekhez. Éhező és szomjúhozó emberek, akik régóta várták Izrael szabadítását, most az irgalmas megváltó kegyelmének lakomáján vehettek részt. Az evangéliumi üzenet, amelyet maga a megváltó hozott, a proféciákon alapult. Az idő, amelyről azt mondja betölt, a Gábriel arkangyal által Dánielnek megadott időszakot jelenti. Tudd meg azért, és vedd eszedbe! A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. 69 hét, vagyis 483 év. A Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó parancsot Artaxerxes Longimanus rendelete véglegesítette. Ez Krisztus előtt 457 őszén lépett hatályba. Ettől az időtől számítva 483 év, Krisztus után 27 őszéig tart. A profícia szerint ennek az időszaknak a messiásig, a felkentig kell tartania. Krisztus után 27-ben Jézust a keresztségekor felkente a Szentlélek, s ezután hamarosan elkezdődött a szolgálata. Ekkor hirdette az üzenetet. Betölt az idő. Krisztus eljövetelének ideje, felkenetése a Szentlélek által, halála, az evangélium hirdetése a pogányoknak, mindez pontosan meg volt írva. A Krisztusnak ő bennük levő lelke eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, amiképpen Krisztus első adventjének üzenete bejelentette a kegyelem országát, úgy jelenti be második adventjének üzenete az ő dicsőséges országát.